Jó napot kívánok! Marcelváros önkormányzatának 2018. május 24-i ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a testület határozat képes. 8-an jelen vagyunk, hiányzik dr. Horváth László, Hosszú András és Mészáros Géza. Mai testületülésünkön 13 napirendet tárgyalunk a egyebek mellett. Kérdezem, mindenki megkapta az előtt. Utoljára mellékletek mentek ki, amik térképeket tartalmaztak. Ki elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfenntartásra szavazzon. Köszönöm. Egyhangú. Első előterjesztés, beszámoló Városi Kulturális Központ munkájáról, illetőleg az ehhez tartozó komplex ellenőrzési jelentés. Az előterjesztés két részből áll. Az első napi rendi pont A pontjának előterjesztője Vigmondné Szala Erika igazgatóasszony, megkérlek, hogy fáradjál ki. Szóbeli kiegészítés? Szóbeli kiegészítés nincs. Az előterjesztést tárgyalta a Humán Civil Bizottság, megadom a szót elnökasszonynak, Mozsárnék utol Veronikájé a szó. Polgármester úr, címzetes főjegyzőasszony, képviselőtestület társaim, mind az A, mind a B pontot a bizottság megtárgyalta, egy nagyon részletes beszámolót kaptunk, valamint meghallgattuk a kollégák tevékenységi körét is a Városi Kulturális Központban. Az A részét egyhangulag támogatta a bizottság, a B rész pedig a komplex vizsgálat, azt is egyhangulag támogatta a bizottság. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Ki kíván hozzászólni? Hozzászólási szándék? Nincs. Akkor szavazásra kerül a sor. Aki elfogadja a központ munkájáról szól előterjesztést, kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm. Egyhangú. Aki elfogadja az ellenőrzési jelentést, kérem szavazzon. Köszönöm. Egyhangú. Megállapítom, mind a két részét elfogadta a képviselőtestület. További jó munkát kívánunk valamennyi kulturális központi dolgozónak. Köszönjük. Következő előterjesztés a Városi Önkormányzat 2018 második félévi munkaterve. Ugye látszik, hogy mindenhol egy-két főnapi rendi pontot tervezünk, csak de ezzel együtt is mindig 15-20 között kerül, aztán majd végül azoknak a szám, amit meg kell tárgyalni. Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. Ki elfogadja a munkatervet, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés a Boronkai volt óvoda, ez az Alkotmány utca 21 szám alatti ingatlan kezelői jogában, vagy használati jogában történő változás. Korábban a Magyar Mártai Szeretetszolgálattal, mind nagy szervezettel volt egy megállapodásunk. Ez annyiban módosulna, hogy a Szeretetszolgálat által létrehozott Szeretetszolgálat iskola alapítvány lenne a jövőben a használó. Kérdezem, hogy a Boronkai képviselőasszony a részünkön egy munkacsoport támogatja ezt a változást? Támogatja. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Tartalmában semmi nem változik, csak az elnevezésben. Aki egyetért, kérem készfenntartással. Köszönöm. Egyhangú. Következő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről. Egy ingatlan részt ajánlottak fel az önkormányzatnak, hogy vegye át, tekintettel, hogy nagyon terhes az egyik tulajdonos társ támára, hogy ezzel az ingatlannal foglalkozzon, egy 5/8 részét jelenti egy Dózsa utcai ingatlannak. Javaslom, hogy támogassuk az előterjesztés tárgyalat a pénzügyi bizottság, megadom a szót Varga Zoltán alelnök úrnak. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselőtestület, a pénzügyi városfejlesztési környezetvédelmi bizottság egyhangulag támogatja elfogadásra a javaslatot, és hát örülünk, hogy a Bálvárosban az önkormányzat vagyon gyarapodik egy újabb telekkel. Igaz, egyelőre még nem egy az egyes tulajdonnal, reméljük, hogy majd előbb-utóbb talán az is megtörténik. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés, ingatlan értékesítés, a történő kijelölése, tehát nem eladjuk az ingatlan, csak kijelöljük arra, hogy értékesíteni lehessen. Ez a Kelet-Ipari Parkban van, ez az ingatlan rész közvetlen, vagy között a Green Tire és a volt fűrészüzem közötti területről beszélünk. Pénzügyi bizottság szintén tárgyalta, alelnök úr.
polgármester, jegyzőasszony, képviselőtestület. Akkor mondanám is, mert ugye a következő, a hatos téma is hasonló, tehát mindkét előterjesztést a bizottság egyhangulag támogatta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. A következő az már ingatlan értékesítése vonatkozik, szintén a keleti iparterületen, ezt korábban kijelöltük értékesítésre, ezt az ingatlant, hogy mindenki be tudja azonosítani, de térképet azért küldtünk, hogy mindenki lássa. Ez a nemrég átadásra került Agrotech teleptől délre található területről van szó, amit értékesítenénk 1500 forint négyzetméter áron. El szeretném azt is hozzátenni, hiszen a bizottságülésen felmerült, hogy a vízelvezető árok nem kerül értékesítésre, tehát az továbbra is önkormányzati tulajdonba marad. Tárgyalta a gazdasági bizottság. Ja, már igen, az előbb mondtad, hogy önök támogatja. Rendben van. Kérdés, hozzászólás. Nincs, aki elfogadja, kérem készen tartásra. Köszönöm. Egyhangú. Következő előterjesztés, két testületi és kötvény tisztségviselő tevékenységről szóló beszámoló. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Tessék. 2818. Igen? 11. És akkor ugyanaz volt, nekem volt még a 17-es. Még mindig van? 15-ös. Kész? Kész, jó. A Magyar Közútkezelővel, Nonprofit ZRT-vel két tárgyalásunk van folyamatban. Az egyik tárgyalás az arra vonatkozik, és erre már megérkezett a napokban az írásos anyag is, hogy a kormányrendelet értelmében a külterületi kerékpárutakat a Nonprofit ZRT-nek kell a jövőben gondoznia. Ebben nem értendő bele a Marcali-Boronka közötti kerékpárut, mert az valamiért nem létezik, hanem csak a főút melletti, tehát a kétszemjegyű főút mellettieket tartják ők nyilván. És mivel erre ők nincsenek felkészülve sem emberrel, sem megfelelő gépesítéssel, ezért egy szerződést fog kötni a GAMESZ és a Nonprofit ZRT, amely keretében pénzért, tehát ellenszolgáltatás fejébe a GAMESZ ugyanúgy, hogy eddig is elvégezte a feladatot, el fogja végezni. Ez azért is fontos a számunkra, mert én azt gondolom, hogy a Marcali melletti kerékpárutak rendben voltak, kaszálva volt a fű, tehát ilyen problémák nem voltak, míg az állami területekre azért azt nem mindig lehet elmondani. A másik tárgyalás az pedig arra vonatkozik, amit már ugye régóta, hát meg kell, régóta próbálnak hát elfogadtatni velünk, hogy a 68-as út, a régi 68-as út, ami most már ugye egy négyszámjegyű úttá vált, hogy azt kerüljön át a város kezelésébe. Ennek voltak az egyeztetései, hogy a sportutcát pedig átadnánk. És ennek volt, ha úgy tetszik, az utolsó megbeszélése, gyakorlatilag a sportutcánál elkészültek azok a munkarészek, amelyek az átadáshoz szükségesek, és hamarosan testület elé, ősz folyamán testület elé kerülhet a tényleges cserére vonatkozó megállapodás is. A Solyny megyei közgyűlés hívta össze a polgármestereket egy megbeszélésre. Meglepő módon nem túl sokan voltunk, ahhoz képest, hogy hány település van Somogy megyében, ahol két irányú volt a megbeszélés. Az egyik, hogy valamennyi operatív programból finanszírozott beruházás óriási késésben van. Ez részben azért, mert nagyon lassú volt a virálat folyamata, részben azért, mert nagyon lassan érkeznek meg a pénzek, hogy el lehessen kezdeni, másrészt pedig aztán pedig nagyon bonyolítja a helyzetet az, hogy amikor megvan a pénz, akkor lehet elkezdeni a tervező munkákat, akkor lehet ki közbeszerzés, csak akkor lehet kérni, hogy engedélyes terv van már, tehát borzasztóan lelassul a folyamat, ami aztán ahhoz vezet, hogy akkor pedig a kivitelezői kapacitással vannak problémák. Tehát Somogy megyébe, és ezzel a megye állítólag a jobbak közé tartozik, mindegy 5%-on áll a végrehajtás aránya, azzal szemben, hogy legalább 50%-on kellene állni. Tehát egész országban probléma. Mi talán egy kicsit jobban állunk ennél. És ehhez aztán szorosan kapcsolódik a második rész, hogy
Ezeket az anyagokat 2015-ben készítették a pályázók, és a végrehajtás az 19 lesz, tehát az árak, ha csak azt nézzük, hogy a minimálbér mennyivel növekedett, és ez megjelenik mindenben, nem csak maga az építés kivitelezési munkáknál, hanem megjelenik az anyag árakba is minden területen, hogy ennek honnan lehet egyáltalán finanszírozását találni. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy volt olyan település, aki ott ezen az ülésen jelentette be, hogy ezennel visszaadja a pályázaton nyert pénzét, nem kíván élni vele, mert lehetetlen megcsinálni az árváltozások és az idő múlása miatt. Tehát biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz folyamat, de én azt gondolom, hogy mi viszonylag jól állunk. Egyrészt az eddigi kiírt pályázatainkra van érdeklődő, tehát vannak jelentkezők, akik megcsinálják ezeket a munkákat, másrészt pedig elég közel vagyunk még ahhoz, hogy az elnyert összegen belül tudjunk gazdálkodni. De biztos, hogy lesznek olyan pályázatok, ahol külső forrás kell bevonnunk. Ez lehet olyan módon, hogy vagy kormányzati döntéssel megemelik a pályázati támogatást, megteheti a kormány saját forrásból bármikor, hogy 15 vagy akár 30%-kal növelje a támogatási összeget, de én azt se tartom kizártnak esetleg, hogy valami kormánygaranciás hitelfelvételi lehetőségbe fognak gondolkodni. Mind a kettő járható, mind a kettő segítség lehet. Ezt akkor fogjuk meglátni, amikor ténnyé válnak. Addig minden esetre mindig úgy próbálunk a saját pályázatainkról, a megyeikről beszélek, a saját pályázatainkról, hogy próbáljunk valamilyen módon a kereten belül maradni és addig pályáztatni. És volt még egy eleme, hogy nagyon sok kisebb település esetében ugye a megye felvállalt azt, hogy ezeket a munkákat elvégzi, mármik az előkészítések kapcsolatosak. Hát itt nagyon beszükültek a lehetőségeik, tehát nagyon sok település panaszkodik arra, hogy mivel nincs saját apparátusa, ezért nagyon-nagyon lassan haladnak ezek a munkák. Ezt mi magunk is érzékeljük a Meszternyő-Balatoni kerékpárútnál, mert az összes pályátot nézzük, messze ez van a legrosszabb helyzetben. Már amiket mi nyertünk, vagy részesei vagyunk. A Green Tire a tárgyalások arról folytak, hogy mi módon tudná még tovább bővíteni a gyártó kapacitását, és mindinkább kész terméket előállítani. Ez az új csarnok, ami épül, itt az út mellett látszik is, ez már ezt a célt szolgálná. Jól haladunk a piac csarnok felújításának előkészítésével. Ugye két irányba folynak a tárgyalások. Az egyik az, hogy a tetőt fel kell újítani, ennek gyakorlatilag a műszaki dokumentációi lassan kész lesznek, ezt követően ki lehet írni a közbeszerzését ennek a beruházásnak. A tulajdonosok 80%-ával megvan az egyesség, vagy legalábbis a szóbeli egyesség arra, hogy beszállnak ebbe a felújításba, többiekkel még folynak erről az egyeztetések. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy nagyjából kialakult az elképzelés, az a játszóház, hogy nézne ki, ami oda épülne. Ehhez próbálunk szakmai segítséget, vagy találtunk megfelelő szakmai segítséget, hogy hogyan lehet ezt megterveztetni. A Dél-Balatoni Regionális Hulladék Kezelő Önkormányzati Társulás elég komoly pénzügyi problémákkal küzd, mert a
negyedik-negyedévi, tehát 17 negyedik-negyedévi teljesítéseket sem fizette még ki a központi költségvetés. Ugye mi most kevésbé is érezzük ezt, mert itt is pénzügyi problémák vannak a saját cégünknél, hiszen a Dél-Balatoni utalja tovább ide aztán a pénzeket annak függvényében, hogy ez hogy működik. De arról folyt az egyeztetés, hogy hogyan lehetne valamelyik pénzint, az OTP-nek merült fel, pénzintézettől úgy hitelt felvennie a KFT-nek, hogy ezek áthidalhatók legyenek, hogy az alvállalkozók, tehát mi is, meg a Pelzó is, meg a Siófoki cég is megkapják a pénzüket, hiszen a tényleges munka, az üzemanyagot, a bért, azt itt kell fizetni. Talán van valami jellemző egyébként, hogy amikor ideig eljutottunk, akkor valamit utaltak, valami előleget, tehát abból éppen egy kis levegőhöz jutott mindenki. Ez szorosan összefügg a 18-as, a 17-essel. Ugye az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Marcaliban meglévő hulladékkezelő telep után megképződött amortizációt, vagy hívjuk használati díjnak, ami 150 millió forintos tétel, azt a Mecsek Dráva követeli folyamatosan a Marcali Nonprofit Kft-n, még az összeg nagyságát is vitatjuk, hogy nem ennyinek kellene lenni, és nem is fogadtuk el. És úgy gondoljuk, hogy ez akkor lenne rendben az egész projekt, ha a Mecsek Dráva társulásból a marcali és környéki települések ezzel a vagyonnal együtt kiválnának, és innentől fogva a társulás adná át aztán használatba a Dél-Balatoni Társulatnak, illetőleg azon belül a Marcali Társulatnak, és természetesen egy olyan jogszabályoknak megfelelő amortizációs képzéssel, ami biztosítja a felújítást, de életbe tartja a KFT-t is, tehát nem lehetetleníti el. Van erre megfelelő szám egyébként, és erről kellett nemcsak államtitkárúrral tárgyalni, mert ő felügyeli az összes ilyen típusú uniós pályázatot, és mivel ez kiemelt nagy projektnek minősül a Mecsek Dráva, ezért bármilyen lépését az Brüsszelbe is jóvá kell hagyatni. Döntöttünk egy egyeztető csoportról, amiben delegált a Mecsek Dráva, pécsi központja is, tehát a Biocom, mint főüzemeltető embereket, illetőleg bennünket pedig a Marcelli ügyvezető, a nagy DBR ügyvezetője, illetőleg jogászként a Trombitásnyi Dombjander Bernadett fog képviselni ezeken a tárgyalásokon, amelyek jövő héten kezdődnek meg két irányba is. Egyrészt az összeget, illetve a múltról, másrészt pedig a jövőről, mert a maga a kiválás folyamata is fél év, egy év legalább. De addig is szeretnénk olyan összegbe megállapodni, amelyek pénzügyileg nem hozzák lehetetlen helyzetbe a Marcali Kft-t. További. Nincs, aki elfogadja a két ülés közti polgáros tevékenységről szóló tájékoztatót, ezt kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm, egy hangú. Következő közös önkihivatal szereti működő szabálynak módosítás előterjesztő jegyzőasszony szóbeli kiegészítést kíván tenni. Köszönöm szépen. A kiküldött meghívóban szerepeltettük, hogy lesz egy javított egyes számú melléklet. Ezt szeretném elmondani, hogy nem tévedés, hogy nem lett kiküldve, mert átnézve a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, arra jutottam, hogy nem ilyen formában kell, tehát nem a képviselőtestület által szabályozottan kell gondoskodni a szabálytalanságok kezelésének az eljárás rendjéről a jövőben, hanem az úgynevezett szervezeti integritás sértő cselekmények kezelésének eljárás rendjét kell szabályozni a hivatali szervezet vezetőjének, vagyis nekem a hivatal vonatkozásában, akár a belső dolgozók által történő bejelentésekre vonatkozóan, akár a kívülről jövő panaszra, közérdekű bejelentésre, illetve egyéb bejelentésekre vonatkozóan. Tehát nem kell, hogy ilyen tartalommal a továbbiakban egyes számú melléklete
legyen a hivatali SMS-nek, helyette viszont az a módosító indítványom, hogy egyes számú mellékletként az kiküldött anyagban egyébként egyenlőre kihúzással szerepeltetett, hivatal működését érintő egyéb szabályzatokat tartsuk meg, tehát azok a szabályzatok maradnának egyes mellékletben, amelyek korábban is felsorolásra kerültek, illetve ez az úgynevezett integritás sértő cselekmények kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat, és kettes számú mellékletben pedig továbbra is a hivatal szervezeti felépítését tartalmazó ábra maradna meg a struktúrát illetően. Egyébként döntően a belső ellenőrzés átszervezése indokolta, hogy felülvizsgáljuk a hivatali SMS-t. Természetesen az idő múlásával találtunk benne más javítani való feladatokat is, és azt is szeretném jelezni, hogy mivel az ASP, úgynevezett ASP csatlakozás előtt áll mindkét önkormányzat, és ezen keresztül a hivatalunk, így a csatlakozás kapcsán további szabályzatokat kell készítenünk és elfogadnunk, az úgynevezett információbiztonság, tehát az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan az adatvédelemre, a számítógépek működtetésére, a belépésre, helységek használatára, nyitásra, zárásra, a hozzáférési jogosultságokra, nem is sorolom, mert rengeteg lesz, és ha összeállnak ezek a szabályzatok még ebben az évben, akkor mindenképpen vissza fogjuk hozni az egyéb aktuális módosításokkal a szervezeti és működési szabályzatot a képviselőtestület elé. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Előterjesztés tárgyalta a jogi bizottság, elnök úr. Tisztelt polgármester úr, főjegyzőasszony, a Jogi és Ügyrendi Bizottság a testületi ülés előtt tárgyalta az SMS módosítást, és már a főjegyzőasszony által elmondott módosítást is tárgyalta, és egyhangulag elfogadta, és javasolja a testületnek elfogadása. Kérdés, hozzászólás SMS-szel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egy hang. Következő települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgálatról szóló rendelet módosítása. Főjegyzőasszonynak van egy jogtechnikai kiegészítése. Megadom a szót. Köszönöm szépen. A kiküldött anyagban szerepel, hogy ennek a rendeletnek a módosítását a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Ezt változatlanul szeretnénk javasolni, csak más módon. Tehát úgy, felolvasnám, mert elég bonyolultnak tűnik. Tehát úgy szólna szó szerint, hogy a rendelet egy következő 47-es paragrafussal egészül neki a rendelet végén. Marcevárosi önkormányzata képviselő testületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013-as önkormányzati rendelete módosításáról szóló 10/2018 várható a mai nappal kihirdetésre kerülő 5.25 önkormányzati rendelettel megállapított 33. paragrafus 6 bekezdését, 37. paragrafus 2a bekezdését, valamint a 37. paragrafus 5 bekezdését az e-rendelet hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amit most módosítással, amennyiben elfogad a képviselőtestület, azok ebben az átmeneti rendelkezésben felsorolásra kerülnek ezek a paragrafusok, és nem fog eltűnni az egységes szerkesztéskor, amikor egy módosító rendeletet elfogad a képviselőtestület, a módosítások beépülnek az alaprendeletbe, és az összes módosító rendelkezés önmagát gyakorlatilag jogszabály erejénél fogva a hatályon kívül helyezi. Így viszont, hogy konkrétan nevesítjük a paragrafusokat, hogy melyek vonatkozásában kell a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni, így nem fog eltűnni az a vége, és ha esetleges vita van, vagy az állampolgárok könnyebb tájékozódása érdekében, ez segítséget nyújthat, hogy mely rendelkezéseket kell a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni. De a jelentése ugyanaz, mint az előzőleg kiküldöttben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ami a tartalmi elemet illeti, hogy a legfontosabb változás az az benne, hogy szabályozásra kerül, hogy ingyenesen jelentős számú zsákot biztosítunk azok számára, akik közterületet tartanak rendben, és jelentős közterület, 60 négyzetmétert meghaladó közterület van előttük. Előterjesztés tárgyalta a pénzügyi bizottság és a jogi bizottság is. Akkor először a jogi bizottság. Tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, főjegyzőasszony. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jogtechnikai módosítással együtt egyhangulag elfogadta és javasolja a testületnek elfogadása.
Köszönöm szépen, Varga Zoltán. A polgármester úr, jegyzőasszony, képviselőtestület, a pénzügyi városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot, és a képviselőtestületnek a 21/13-as önkormányzati rendeletet módosítását elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem készen tartásra. Köszönöm. Egyhangú. Következő előterjesztés, pénzügyi városfejlesztés közbizottság beszámolója, Varga Zoltán elnök úr szóbeli kiegészítés. Parancsoljon. Az előző képviselőtestületi ülés óta egyszer tartottunk bizottsági ülést, amelyben igazándiból az egyik olyan döntés, ami közvetlen a bizottság hatáskörébe utalt, tehát nem javaslattétel a képviselőtestület felé. Ez az építési és bontási hulladék ledarálása a keleti iparterületen című pályázat volt, és ebben a pályázatban hirdettünk nyertes pályázót. A legjobb ár alapján a Marcali Keleti Iparipar Kft. Nyerte, illetve megjelöltünk második helyzetet is, hogy amennyiben bármi történik, nekem az eljárást megismételni. Köszönöm szépen. Kérdés a bizottság felé. Ki elfogadja, kérem készen tartással. Köszönöm. Egyhangú. Következő előterjesztés, civil kapcsolatok, idegenfelelő sport, ifjúsági bizottság, Mozsárné Kotor Veronika, elnök asszony, a szó. Képviselőtestület, polgármester úr, főjegyzőasszony. A bizottság az elmúlt hónapban a sport- és közművelődési pályázatokat bírálta el. Közel 1 millió forintot osztottunk ki a sportpályázatokra, és közel 2 millió forintot a közművelődési pályázatokra. Ezen kívül településrészi kérelmeket bíráltunk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bizottság fele kérdés, hozzászólás. Nincs, aki elfogadja, kérem, készentartás. Egyhangú. Következő ugyanez, átlathatás, a humán köznevelés, egő szociális bizottság, Kisné Molnár Ágnes, elnök asszony. Polgármester úr, jegyzőasszony. Testület, a bizottságunk 11 család sorsáról döntött, lakásbérleti szerződéseket hosszabbítottunk meg, továbbá nagyon örülök annak, hogy 5 sikeres pályázat sorsáról döntöttünk, tehát, hogy jó helyre kerül a pénz, reméljük, hogy a város lakói majd ebből részesülni fognak. Más. Köszönöm szépen. Bizottság fele kérdés? Nincs, aki elfogadja, kérem készfenntartás. Köszönöm. Egy hangot. Következő előtt 13-as szám előterjesztés, Marszaki térség köszön a Nonprofit Kft.-ben üzletrész vásárlása. A Nonprofit Kft.-nek korábban tagja volt három olyan zala-megyei település is, akik az új lehatárolás szerint nem ide szállítanak már, és nem a Marcali Kft. Gyűjt, hiszen ugye országosan leosztásra került, hogy milyen területek változtak. Ugye hozzánk is került így például olyan, akik korábban nem mi gyűjtöttünk. Ez a három település felajánlotta, hogy az önkormányzat vásárolja meg, Marcali önkormányzat vásárolja meg a tulajdon részét. Ekkor kerestük meg az összes többi érintett település, hogy kinek van még eladási szándéka, és az írásba kiküldötteken felül még Varászló település jelezte, hogy 30 ezer forint értékben elkívánná adni, tehát ezzel ki is egészíteném az előterjesztést, így összesen 1.441.000 forint értékben vásárolnánk üzletrészt. Ma volt egyébként a Kft.-nek taggyűlése, ahol a többi tulajdonostárs bejelentett, hogy nem kívánnak ők vásárlási joggal élni, tehát Marcali önkormányzata megvásárolhatja ezt a tulajdoni részt, ezzel továbbra is meghatározó tulajdonosa marad a Kft.-nek. Az előterjesztést tárgyalt a pénzügyi bizottság. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselőtestület, a pénzügyi városfejlesztési környezetvédelmi bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a képviselőtestületnek elfoglalására, illetve hozzáteszem, hogy ezzel azt gondolom, hogy mindenképp jó jár a város, mivel hogy a kétharmad feletti befolyásunk keletkezik önmagunknak, mint Marcali városnak is ebbe a társulás, vagy a cégbe. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp jó járunk ezzel a vásárlással, illetve felajánlott dolgoknak az átvételével. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm. Egyhangú. Végérünk napirendeknek. Kérdések, interpellációk következnek. Kesztyűs Attila képviselő úr, a leggyorsabb. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, főjegyzőasszony, tisztelt testület. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy a Gombai város részben a vízelvezetési gondok ügyében elkezdtünk intézkedni. Én nagyon örülök. A másik az a lakossági bejelentésre érkezett, hogy
nem napközben, hanem hajnali órákban elég komoly kamionforgalom jön be a városba, a Noszlopi utcában, és azt mondják, hogy napközben nem, akkor azért betartják az elkerülőt, de a hajnalban éjszaka elég sok a kamion jár a városban. Köszönöm. Következő ki volt? Fekete Lajos képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, főjegyző asszony, képviselőtestület. Én Móring József országgyűlési képviselő úrhoz szeretnék interpellálni azzal a címmel, hogy a kormánynak szándékában áll-e egyáltalán a 68-as főútnak a rendbetétele, és hogyha szándékában áll, akkor mikor kezdődik meg ez? Olyan apropóból, hogy jelen pillanatban Marcalinak a 68-as út a déli bevezető szakasztól Kelevíz felé a legrosszabb állapotban lévő útszakasza, amit az a kormánynak kellene felújítania, és ami úthiba előfordul, az lehetséges, az mind előfordul ezen az útszakaszon. A kátyúktól az útpatka leszakadásáig, az egyenletlen útig közlekedési szakemberek szerint, független közlekedési szakemberek szerint is balesetveszélyes az az útszakasz, a 68-asnak az az útszakasza, és nem biztos, hogy a jövő nyarat már egyáltalán az az útszakasz meg fogja élni ilyen állapotban, hogyha nem lesz valamilyen felújítás ott. További szándék. Varga Zoltán. Látom, hogy ilyen utas kérdések merülnek fel, mert én is egy ilyen miatt kértem szót. A Kinizsi utca lakói kerestek meg, ugye ez az Árpád utcával szemben ott a kinti benzinkútnál lévő utca, hogy ott van egy áterasz, ami gyakorlatilag közvetlen a Kinizsi utca betorkollása. Én el is voltam most a képviselőtestület ülés előtt megnézni, hatalmas gödrök vannak az út szélén is, és közvetlen a betorkollás után, illetve maga a rácsnak ott a szintbeni eltérései, meg egyebek, azt kívánná legalábbis az ő véleményük szerint, akik ott laknak, hogy valamilyen felújításnak meg kéne történni. Persze most nem tudom, hogy ebben az esetben ugye ez még betorkolló út, még a közútnak lenne a feladata elméletileg, még meg tudjuk-e csináltatni az átadás előtt, vagy nem, hát ez majd gondolom egy ilyen alkunak a tárgyát esetleg képezheti, illetve én tudom, mert erről már beszéltünk többször, ismét felmerült az ottani gyalogátkelőnek a lehetősége is, de ugye ezt is úgy emlékszem, azt beszéltük, ha majd városi kezelésbe kerül, akkor egyszerűbben tudjuk ezt a dolgot intézni. Úgyhogy köszönöm szépen. További szándék. Kisné Molnár Ágnes. Polgármester úr, lakossági megkeresés alapján kérném, hogy nyugtassa meg a lakosságot. A Balázs alpolgármester már a bizottságülésünkön elmondta, hogy a gimnázium kollégiumába költöznek az esetleges, vagy nem esetleges, hanem a felújítás miatt a Dozsa-György utcából, hogy csak valóban 6 lakó fog érkezni, tehát mert ez nagyon érint, nagyon aggódik a lakosság, de szerintem igazából én abban bízom, hogy nincs mitől, mert hát akik oda fognak költöztetni, bízunk benne, hogy ők jól viselkednek, meg talán alkalmasak arra, hogy ott lakjanak, meg hát amúgy is van ott élet most is a kollégiumban. Továbbá érdeklődöm, hogy a Szegedi utcában volt piac épületével mit lehetne tenni, mert az nagyon-nagyon borzalmas állapotban van. Meg még a lakossághoz fordulnék, hogy egy kis türelemmel legyenek a Gamesz irányába, ugyanis most májusban nagyon-nagyon erő, sok eső esett, és nagyon nő a fű, tehát hogy nem tudnak odaérni mindenhova. Tehát kaszálnak folyamatosan, de hát ahol egyik városrészben elkezdték, ott a másik városrészben már ugye nő a fű, de hát utolérik magukat, meg akarják is, tehát csak egy kis türelem kellene. Meg most elkezdték a nyári virágokat kitelepíteni, hogy az szerintem nem lenne olyan nagy baj, hogyha esetleg ők is meglocsolnák, akiknek a közelében van, hogy megeredjenek. Hogy nem azt csak kellene csak nézni, hogy hú, mert a Gamesz most kilocsolta nagy erővel. Hát sajnos olyan autóval úgy tudnak locsolni. De hogyha a kiskanálban kimenne a néni, akkor lehet, hogy jobban eredne az a növény. Köszönöm. Köszönöm. További? Nincs. Hajnali kamionforgalom meg általában, tehát én azt gondolom, hogy ha átvesszük a régi 68-as, tehát a Noszlopi utcát, Rákóczit meg a Szigetvárit, akkor csak célforgalommal jöhetnek be a városba kamionok, a többi az mind menjen az elkerülő úton. Csak az jöjjön be, akinek itt van dolga. Tehát az átmenő forgalmat teljes egészébe. Sőt, még azt is mondom, hogy a hulladék lerakóhoz is az elkerülő út és az állami utak igénybevételével kell közlekedni, és nem a városi utakon.
és jó pár út, példának mondom Berzsenyit, amiről biztos, hogy még az 5 tonna fölöttet és a mezőgazdasági gépeket leszámítva, akinek a földjére el kell jutni valahogy, de azokat is kitiltanánk. Tehát egy nagyon komoly forgalomszabályozást hoznánk be abban a pillanatban, ha egy forgalom technikai szabályozás, hogyha a miénk lesz az út. És a képviselő urat azt Marcelli önkormányzatánál sajnos nem lehet interpelálni, mert akkor ide rendelnénk, azt mindig mondanánk neki valamit. Tehát ez parlamentben lehet interpelálni, vagy parlament, ő interválhat másokat, de továbbítani fogjuk felé a felvetést. A Kinizsi utcai átterez tisztázni fogjuk, még jeleztük a közútkezelő felé, hogy az átvétel folyamatában még szeretnénk pár apró dolgot azért, ha ők elvégeznének, ezt is felírjuk közéjük. Ha meg nem tudunk szért elérni, akkor az követően kerülhet rá sor, hogyha miénk lesz, és erre van hideg aszfaltunk, meg egyéb lehetőségünk, hogy valamilyen módon megoldjuk. Az, hogy a gimnázium kollégiumába költöznek esetleg családok, hogy azért nem 100%-ban eldöntött, de a költöznek is, akkor olyanok költöznek, akik azért teljesen normális életvitelre alkalmasak, azt gondolom. Másrészt meg nem igazán értem, hogy a lakosságot, aki onnan 2-3 kilométerrel lakik, ez miért érdekli. Tehát, vagy milyen egyáltalán ki az a lakosság, akit egy olyan elzárt területen az érint, hogy ott laknak emberek. Szegedi utca volt piac, jó úton vagyunk, ugye számunkra teljesen érthetetlen módon ilyen 40 millió forintos hitelt sikerült valakinek fölvenni rá, és azzal terhelték meg az ingatlant. Ennek megfelelően a távoli végrehajtási iroda meg is állapított, hogy ennek biztos nagyon nagy az értéke, és valami 50-60 millió forint közötti összegen hirdették meg az eladását, ezt megtámadtuk, és amennyiben nem érkezik fellebbezés ellene, akkor várhatóan, ha jól emlékszem, 3 millió 800 ezer forint értékbe sikerül megállapítatnunk az értékét, és akkor a felér meg fogjuk venni azonnal. Amint ez jogerőre emelkedik, a jól emlékszem, 3, vagy 4 millió 2, vagy 3 millió, azt nem esküszt, de nagyságrendileg biztos, hogy jól, durván olyan 2 millió forint környékén. Gamesz, teljesen egyetértek azzal, amit képviselőasszony elmondtál, én is azt gondolom, hogy jól dolgoznak, sokat dolgoznak. Május ilyen hónap volt, hogy sok eső esett, otthon is többször kell érni a füvet, mint máskor kellett. Utol fogják érni magukat, és azt gondolom, hogy szép a város, tehát az a város köztületei szépek. Kérdés több nincs. Köszönöm szépen. Zárt üléssel folytatjuk, nem tartanánk szünetet, tekintetre a zárt ülésen két napi rend van összesen.